Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge Extra. Ez egy külön kiadás, mert nem azzal a filmmel fogok haladni, amit a múltkor bearangoztam és amiből elkezdtem készülni, mert én a filmek forgatása alapján szeretnék haladni, és nem a bemutatójuk mentén, ahogy például Truffaut teszi ebben a könyvben. François Truffaut, francia rendező, Hitchcock nagy csodálója. Interjúkötetet készített vele, ahol végig mennek minden filmjén a bemutatásuk sorrendjében. Márpedig ez alapján a gazdag és különös következne. Ebben a könyvben Hitchcock egy ilyen bölcs, tiszteletre méltó, zseniális rendező. De itt van Donald Spotó könyve, ahol ugyanannak az embernek az esendő vétkező perverz oldalát is bemutatja. Donald Spotó, amerikai életrajzíró, Hitchcock mellett Marilyn Monroe és Jézus életét is feldolgozta könyveiben. És ebből kiderül, hogy a 17-es számú házat hamarabb forgatta le, csak a stúdió visszatartotta, ezért később mutatták be, mint a gazdag és különöst. Hitchcock egy fiatalon híressé vált rendező, ahol most tartunk a filmjeivel, arra az időre már is szállt magától. A forgatáson is olyan hangnemet engedett meg magának, ami nem mindenki volt szimpatikus, meg persze olyan bulikat tartott otthon, ahova mindenkit meghívott, mindenki rohadtul berúgott, és jött a főszám, amikor Hitchcock teljesen levet között felül, rárajzolt egy matróz fejet a mesztelen felső testére, a köldöke volt a szája, és a 130 kilós testét úgy remegtette, hogy ahogy énekelt, olyan volt, mintha a köldökből jönne a hang. Erről nem maradt fönn semmilyen fotó, de arról már igen, amikor nőnek öltözött be és úgy táncolt. Ez egy filmfelvétel, állítólag 76-ban vetítették utoljára, úgyhogy aki megszerzi nekem, annak a csoki. Az utóbbi videóknál megkaptam, hogy mindig mondom, hogy Hitchcock ezt a filmet utálta, de hát tényleg, túl volt terhelve, csomó dolgozott, olyan filmeket és forgatókönyveket kellett megvalósítani, amelyeket nem akart igazából. Úgyhogy pótselekedett, ezért voltak a bulik, ezért nem figyelt oda a forgatáson se. De most két olyan filmje fog következni, amit nagyon szeretett csinálni, csak a közönség nem értékelte eléggé. Úgyhogy mára ennyi. Cső!